böngésztem a különböző posztokat, hogy unisex melltartó és Jézusos harisnya érkezett? Igen. Csodálatos. Hát van sok csodálatos. Tehát egy temető volt a háttérben, és az volt rajta, ha valaki kijön, bemehet. És azt tűnt fel, hogy bárhová nézek valójában, mindenhol A4-eseken kommunikálnak velünk. És akkor ez az ország minden pontjára igaz. És akkor elkezdtem tudatosan fotózni ezeket. És ezeket úgy gyűjtögettem a számítógépemen, és akkor valaki egyszer azt kérdezte, hogy még nem mutatod ezt meg valahol, hát ez most már sok. És akkor mondtam, hogy ja, tényleg. És így született meg az A4-es ország, és akkor elindult egy Instagram oldal, ez most már jó pár éve van, tehát maga a gyűjtés az már több mint 10-15 éve elindult. Az oldal az szerintem 6-7 éve lehetett, és aztán lett belőle egy kiállítás is, és ez így elkezdett nőni és terebélyesedni, és most már ez azt jelenti, hogy a követők közül naponta legalább 10-15-en küldenek. Annyira kreatív a magyar nép, hogy folyamatosan ezek jönnek? Aha. Nagyon sokszor kapok, az a legviccesebb időszak, amikor mondjuk felpattan egy valahol, és azt megkapom 40 helyről ugyanazt. Tehát, hogy ennek most már van egy ilyen furcsa turbulenciája körülöttem, de igen, válogatok azért. Szóval azt most már csak, hogy csukd be az ajtót, vagy tolni, az most már nem nagyon tudja megtalálni a helyét a nagy masszában. Szeretem azt, amiben van egy kis izgalomcsavar, vagy nem igazából egy sófra van. Tehát pont az a lényeg a dolognak, hogy egy ilyen görbe tükröt mutass az embereknek, hogy emberek, figyeljetek már egy kicsit oda? Nem is tudtam, hogy mit akarok ezzel mutatni, de szépen miközben, ahogy gyűltek, aközben kiderült, hogy nagyon jól mutatja azt, hogy hogyan élünk, vagy miben élünk, milyen is ez az ország, amit egy A4-es ország megmutat. Egyébként az nagyon fontos, hogy nem véletlenül nincsenek soha helyszínek rajta, mert szerintem nem lényeges. Szóval nagyon jól mutatja azt, hogy hogyan élünk, és hogyan élünk egymás közt, hogyan kommunikálunk egymással. És hát nem mindig vidám ez a kép. Ez az A4-esben nevelés, azt hiszem, hogy egy ilyen hashtaget azt csináltam is a Nevelj A4-essel, szerintem az a legrettenetesebb vonulat. Tehát az, amikor engem megpróbálnak megnevelni, ahogy köszönjek, hogy mit ne csináljak és mit csináljak, azokat nem szeretem. Mutatja azt a fajta ilyen hétköznapi agresszivitást, ahogy egyébként nagyon sokszor egymással az emberek az utcán viselkednek. Tehát sokkal könnyebben kiabál már rá valaki valakire, vagy néz rá rondán, vagy egyáltalán. Szóval, hogy van egy ilyen hétköznapi feszültség, azt szerintem nagyon jól látható ezeken a papírokon. És nem csak mindig a kiíró a rossz, azért azon is én nagyon sokat szoktam gondolkodni. Tehát, hogy azért ahhoz el kell jutni addig a pontig, hogy valaki billentyűzetet és nyomtatót ragadjon, hogy kiírja azt, hogy köszönj, ha bejössz. Igazából azok a bizonyos szempontból a kedvenceim, amikor mondjuk egy mesterember kihívása helyett készül el egy A4-es, tehát a lépcső törött vigyáz, a villanykapcsoló csak a készszárítóval működik. De tudod, azok, amiket mesterember perc alatt megoldana, és a helyet én vigyázzak, és köszönik a megértésemet, hogy nem zuhanok le a lépcsőn, tehát hogy én figyeljek a helyet, hogy kijönne a villanyszerelő. De annak örülnél legjobban, hogyha már nem lennének ilyen papírok a jövőben? Hát persze, annak örülnék, de meg azt is gondolom, hogy ezek mindig is voltak egyébként, csak nem ilyen mennyiségben, azokat zománc táblának hívták annak idején. Külön célod nincs a dologgal, nincs, csak egyszerűen jó azt csinálni. Aha, igen. Sétálok, van itt egy négylábú társ, akkor nyitott szemmel jövök, megyek, és hát én már kiszúrom azt, ami érdekesebb, tehát hogy akkor is azért azt lefényképezem, tehát gyűlik elég sok, tehát ehhez ugye nem kell más, csak egy telefon. Hány posztod van most? 664. Na majd a 666-ra leszek kíváncsi. Az legyen az, hogy a Blikben majd megnézhető ez a beszélgetés. Jó, oké. Hát, hogy kiírod egy A4-esre, simán az lesz.